Teltház fogadta a csarnokban az élvonalba 17 év szünet után visszatérő Kisvárda és a bajnoki címvédő Győr összecsapását. A hazaiak megilletődötten kezdtek, 8-2-es vendégvezetés után talált magára a házigazda. Fél időben 7 góllal vezetett a kétszeres bajnokok ligája győztes győri gárda, amely a második játékrészben egy 8-0-ás szakaszt is produkált. A folytatásban faragtak a különbségből a hazaiak, a meccs végén pedig mindkét oldalon pályára lépett mindenki. A két csapat lehetőségei nincsenek egy súlycsoportban, így a 11 gólos kisvárdai vereség tisztesnek mondható. Nagyon örülök, hogy ilyen kézlabda ünnepet tudtunk itt teremteni, tehát ide tudtuk hozni Európa legjobb csapatát. Az eredmény azt hiszem, hogy a 11 gólos vereség az ránk nézve, hogy mondjam, tehát vállalható mindenképpen. Bennem azért van csalódás, vagy hiányérzet, bocsánat, nem is csalódás, hiszen rengeteg olyan könnyű és egyszerű hibát követünk el, például az első félben 8 technikai hibából, 6 labdeladás volt, ami azt jelenti, hogy a kellemfél kezébe adtuk a labdát, akkor köszönték szépen is, éltek vele. Úgyhogy tehát lehetett volna még talán szorosabb, természetesen nem kérdéses, hogy melyik a jobb csapat. A vendégek edzője szerint a bajnokság első meccse ellenféltől függetlenül mindig nehéz, ezért a szakember örült a két pont megszerzésének. Ma szerintem ez a csapat nagyon jó koncentráció volt, ez mikor nem, de probléma volt. Boldog vagyunk, miért első kettő pont, ez első season match volt. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Békés Csaba 31-19, Budaörs Ferencváros 25-33, Vác Kispest 44-21, Siófok Érd 27-31 és MTK Budapest Dunaújváros 20-31. A Kisvárda vasárnap Kispesten lép pályára.